és forgás, csattogás, fütyülés, dobbantás, ezek a részei egy igazi néptáncversenynek. A fellépő fiatalok évről évre megmutatják tehetségüket. Az idén immár 9. alkalommal megszervezett vajdasági gyermek és ifjúsági szólótáncversenyen közel 60 táncos lépett fel. Az esemény az általános iskolástól a középiskolás korú gyerekeket szólítja meg. A rendezvénynek a Szabadkai Gyermekszínház adott otthont. A versenyzők nagy izgalommal, de annál nagyobb magabiztossággal léptek a zsűri és a közönség elé. Ez a 8. évem, amit táncolok, a Petedence Tánc Együttesben. Idén bácskai tiszamenti táncokat táncoltunk, és most szólóval próbálkozok idén. Mire számítasz? Hogyan fog zajlani a mai verseny? Szerintem egy nagyon izgalmas versenynek nézünk elébb, hiszen elég jó és neves táncosok vannak itt, és érdekes ez velük és ellenük versenyezni. Mennyit készültél erre a versenyre? Sokat készültünk a versenyre, de a kultúrkörben így én magabiztosnak érzem magam. A néptánc és annak gyakorlása igencsak fontos. A gyerekek a néptánc segítségével, illetve azon keresztül megismerkedhetnek saját nemzeti és kulturális hagyományaikkal. A fiatalok emellett sok élménnyel gazdagodhatnak a tánccal kapcsolatban. Népdalokat, régi szokásokat, mesterségeket, helyeket és embereket ismerhetnek meg. A versenyre nyírségi, bogyiszlói, felcsíki, bukovinai és nagyecsedi táncokat hoztak a fellépők, de volt, aki kalocsai táncokat vagy somogyi friss csárdást mutatott be. Zeffer Csenge a bogyiszlói táncok előadói közé tartozott. Becséről jöttem, és már 5 éve táncolok. Mit fogsz előadni ma? Bogyiszlói néptáncokat. És az hogy néz ki? Mesélj egy kicsit róla. Hát, jó hangulatú. Lajkó Léda párjával közösen állította össze a koreográfiát. A versenyen Vajda Szent Iványi táncokkal próbáltak jó pontokat szerezni a zsűrinél. Thank you.
A tanáraink Brezovszky Tamara és Brezovszky Roland most egy kicsit sokkal jobban szabad kezet adtak nekünk a koreográfia és a folyamatok elkészítésében, és a párommal, Pesti Bencével ketten állítottuk össze az egészet. Nyilván ugye leellenőrizték, hogy mit fogunk csinálni, de szerintem jól sikerült. Látom, hogy te már fel vagy öltözve, milyen népviseletet láthatunk rajtad? Vajdaszent Iványi táncokat fogunk táncolni, és nyilván ugye Vajdaszent Iványi viselet van rajtam. A gyerekeket szakmai zsűri is figyelte és értékelte. A zsűritagok Magyarországról érkeztek, akik a Magyar Állami Népi Együttes tagjai. Ők Módosné Almás Berta Csilla és Módos Máté voltak. Idén ketten értékelték a fiatal versenyzők tánctudását. A tavalyi évben már zsűriztünk, akkor ugye online volt megrendezve, és akkor hárman voltunk a zsűrik Sikentánc Szilveszterrel, és az alapján három besorolás van, arany, ezüst és bronz, és ezt a metódust követve fogunk idén is, valamint a kiemelkedő táncosok kiemelt arany minősítést kaphatnak, abszolút a tánc, előadói képesség, zenéhez való illeszkedés, tehát minden, ami hát egy ilyen színpadi produkcióhoz, egy ilyen táncbemutatóhoz szükséges. Mi a véleményed, hogy eddig az évek során milyen tapasztalataid voltak a fiatalok táncáról? Szerintem nagyon jól látszik az, hogy milyen alkotó műhelyek vannak, nagyon jól látszik az, hogy milyen különböző pedagógusi módszertanok vannak abban, a gyerekek hogyan nevelődnek bele. Gyakorlatilag nagyon jó látni, hogy egészen kicsikortól, ugyanis tehát általános iskola legaljától gyakorlatilag megyünk a középiskoláig, és hogy egy milyen szép ívet zár be gyakorlatilag itt a néptánc pedagógia, és az, hogy ezek a növendékek jönnek lelkesen, és gyakorlatilag nagyon jó produkciókat tesznek le. A rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a néptáncosok bemutassák egész évi tánctudásukat. A néphagyományokat őrző fiatalok természetesen nem egymaguk álltak színpadra. A jó hangulatért és a táncosok zenei kíséretéért Vajdaság egyik legismertebb népzenei együttese felelt, a Juhász Zenekar. A Juhász Zenekar a kezdetek óta a központi zenekar ennek a fesztiválnak, és nagyon nagy kedvel jövünk ide, hiszen a gyerekeket kísérni ez mindig egy kihívás a zenekarnak, hiszen itt nagyon oda kell figyelni a tempókra, a hangnemekre, a gyerekeknek, a táncának a dinamikájára, hiszen nekik van egy saját kis világuk, amit még hál' Istennek nem szabályoztak be annyira, hogy ez ne maradjon meg bennük. És a zenekarnak ez a feladata, hogy kísérje őket, hogy megfogja azt a tempót, ami az ő számukra a legjobb, és hát ebben mi igazából elég jók vagyunk. Hát úgy Magyarországon, mint itt Vajdaságban szerintem a legtöbb ilyen gyerektánc csoportot mi kísértük, és mi kísérjük még most is, de azért kifejezetten öröm számunkra az, hogy fölnőtt mellettünk egy zenekar, a Duhaj zenekar, akik most már a fesztiválnak több mint a felét átvették tőlünk. A zenekar tagja, a táncosok kísérője, könnyű lépést tartani a fiatal táncosokkal, könnyű őket kísérni zenekarral? Ez ebben a legnagyobb kihívás. Tehát, hogy a táncosok, ugye megvan általában, hogy egy táncnak mi az eredeti tempója. Ugye mi azt helyjel közzel tudjuk, de bár igazából minden táncosnak más a tempója, más a ritmusa. De mivel, hogy mi már évtizedek óta csináljuk ezt, évtizedek óta kísérjük úgy a táncsoportokat, mint a szólistákat, úgy nekünk ez elég könnyen megy a ráhangolódás. Tehát látjuk azt, hogy valaki hogy indul meg egy csárdásba, akkor annak a tempóját rögtön fölveszi a zenekar és követi. És aztán, amikor átmegyünk a frissbe, akkor is ugyanúgy megpróbáljuk átvenni azt a tempót, amit ők diktálnak. Ez nagyon fontos, hiszen itt együtt kell, hogy működjünk. Ez egy közös produkció, a tánc a zene nélkül nem tud meglenni, ugyanúgy a zene a tánc nélkül. Tehát, hogyha szétcsúszik, akkor ott az katasztrófa, káosz, és igazából azt nem lehet úgymond a színpadra vinni. Mellettük egy ifjú együttes, a Duhaj zenekar is bemutatkozott. Thank you.
Visszatérő arcok és teljesen új nevek, a verseny igen népszerű a néptáncosok körében. Aki nem ér el helyezést, az sem szomorkodik, mesélték a fiatalok. A táncverseny célja, hogy elmélyítse a Kárpát-medence magyar néptánc kultúráját a fiatalokban, és új tánctechnikákat ismerhessenek meg. Kiemelten fontos, hogy ez a mai rendezvény megszervezése kerül a járványhelyzet ellenére is. Rengeteg fiatal jött össze, általános iskolás, középiskolás, hogy megméretesse magát néptánc tudásában. És ahogy a magyar nyelven mondják, a magyar nyelv az, ami éltet. Én úgy érzem, hogy nem csak az éltet, hanem a néptánc is, és a népzene is, és ezért fontos a hagyományőrzés, hogy ezek a fiatalok megismerjék már fiatal korban azokat a tradíciókat, amiket a felmenőik átadtak nekik, és fontos megemlékezni azokról a szülőkről és azokról a táncoktatókról is ezen a napon, akik egész évben oktatják őket, illetve buzdítják arra, hogy a néphagyományok őrzésével foglalkozzanak. Én azt hiszem, hogy legjobban Kodály Zoltán zeneszerzőnk volt, aki megfogalmazta azt, hogy mennyire fontos az, hogy már az iskolában, illetve az iskoláskor előtti korban már megismerkedjenek a névzenével a gyermekek, mivel ez nem csak az identitás tudatban fontos, hanem a gyermek fejlődés szempontjából is fontos, hogy megismerje a magyar népzenét, a magyar nyelvet, és ezt utána ápolni is tudja. Én mindenféleképp fontosnak tartom azt, hogy ha nem is az iskolák keretein belül, de akár ilyen fakultatív foglalkozásokon keresztül, egyesületeken keresztül a gyerekek megismerkedjenek a népzenével, és minél fiatalabb korban elkezdjék ezt ápolni. Mert ezzel tudjuk a nemzeti identitást, a nemzeti közösséghez való tartozást erősíteni. Az idei már a 9. a vajdasági gyermek és ifjúsági szóló táncverseny történetében. Tavaly a járványhelyzet miatt online zajlott, idén azonban ismét hagyományos módon tartották meg. Kalapok, gyöngysorok, fonott haj és szalagok, pörögtek a szoknyák, csattogtak a csizmák, a néptánc varázsa test közelből is ismét bemutatkozott. Nagyon örülünk neki, hogy nem csak Szabadka környékéről, hanem Kishegyesről is, a Tisza mentéről, Óbecséről, Zentáról érkeztek versenyzők, akik szintén fel tudták készíteni a gyerekeket. Nagyon sokan sajnos jelezték, hogy nem tudnak, de ez nyilván benne van az egész történetben. Gondoltuk, hogy ebben a helyzetben mi is, hogy hogyan álljunk a szervezéshez. A gyerekek viszont, akik meg egészségesek, nagyon szeretik ezt a picit szeretnek egy kicsit versengeni és megmérettetni magukat, de azt gondolom, hogy az a plusz technikai tudás, az a plusz lelki és szellemi fejlődés, amin átmennek, míg felkészülnek itt egy egyedül kiállni a színpadra és úgy táncolni, és csak engem néznek, ez egy nagyon nagy megpróbáltatás a gyerekek részére. A verseny végén egy kísérő programmal is készültek a szervezők. Míg a zsűri elvonult és igyekezett meghozni döntését, addig a résztvevők kézműveskedhettek.
határon átnyúló programnak vagyunk részesei, partnerei. A főpartner a Deszki Bánát Egyesület, akik ismét meghívtak bennünket egy közös Európai Unió által támogatott projektre. Sikeresen pályáztunk, és ennek nagyon örülünk. A kézművesség most a mi fő vonalunk, amelyet szeretnénk meghonosítani, még jobban megerősíteni, és egy különböző brendeket kialakítani. Ezen felül lesznek majd filmes animációk is, és lesznek a számos rendezvényekhez kötődő kirakodóvásár, és az elkészült kézműves anyagból pedig egy egyedi csomagolásban a turizmust fejlesztő programot szeretnénk meghonosítani. Úgyhogy ebben vagyunk érdekeltek, és itt ez egy táncház lesz, egy kis zene, muzsika és a gyerekekkel való foglalkozás. A fesztivál végén mindenkit értékeltek, és senki sem tért haza üres kézzel. A résztvevők mindegyike arany vagy ezüst minősítést kapott. Hárman, Zadrebko Iliana szabadkai, Vukelics Petra és Talpai Emese páros az óbecsei, Bacsa Kristóf Tibor a magyarországi hódmezővásárhelyi együttes tagjai pedig kiemelt arannyal lettek gazdagabbak.